A gyakorlat szerint április 15-én véget ér a fűtési szezon. A nyíregyházi távfűszolgáltatónak azonban május 15-ig tart a fűtési kötelezettsége a lakóépületek esetében. A szolgáltatás kikapcsolásának előrehozataláról a hőmérséklettől függően dönthetnek a lakóközösségek. Ezt a jelzést a közös képviselőnek kell megtennie a szolgáltató felé. Egyelőre igen kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, melynek legfőbb oka vélhetően az áprilisi szeszélyes időjárás. Az elmúlt héten az időjárásban olyan nagy fordulat nem volt, bár volt a hétvége felé egy melegebb időszak, azonban vasárnaptól elromlott az idő, így a lakossági fogyasztóink jelentős részénél is még fűtünk. Az azt jelenti, hogy kb. 2%-uk mondta le a múlt héthez képest, mint egy 300 lakás, ami összességében jelent egy 4-5 lakóépületet. A többi 98% a fogyasztóinknak, tehát a 15.700-ból 90% még mind a mai napig fűtési szolgáltatást igénybe veszi. Intézményeinknél már más a helyzet, ott jelentős részük már lemondta a fűtési szolgáltatást, illetőleg iskolákban, óvodákban pedig csökkentett szolgáltatást végzünk. Jelen pillanatban ez a helyzet, feltétlenül azért is van így, mert a vasárnapi és a tegnapi átlaghőmérsékletek 10 fok közelében voltak, ami még ilyenkor igényli a fűtési szolgáltatást. Jó László hozzátette. A szokásos karbantartási munkálatokat már elkezdték, de az átmeneti szolgáltatás kiesést okozó felújításokat csak a nyári időszakban végzik a szakemberek. A nyírtáv fővezetője néhány apróságra is felhívta a figyelmet a lakók számára, mellyel megakadályozhatják a műszaki problémák keletkezését a későbbiek folyamán. Azt szeretnénk kérni, hogy a lakásokban élők radiátorszelepeket természetesen használják, de a nyári időszakban radiátorszelepeket ne tartsák zárt állapotban, mert ezek meghibásodhatnak, leragadhatnak a szeleptányérok, és következő fűtési idényben, vagy ha visszakérik a szolgáltatást, esetleg nem nyitnak ki. Más miatt is tanácsos nyitva hagyni ezeket a radiátorszelepeket, hogyha vagy légtelenítési probléma van, nyitott szelepnél sokkal könnyebb a központi légtelenítést megoldani. Jó László kiemelte, a járvány időszakában személyes ügyfélszolgálati díjbefizetésre nincs lehetősége a lakóknak, mint ahogyan a szolgáltató sem küldi házhoz ebből a célból dolgozóit. Az igazgató hozzátette, a postai csekkbefizetés üzemel, azonban arra kérte az ügyfeleket, lehetőség szerint számláikat internetes átutalással egyenlítsék ki a veszélyhelyzet idején.